Májusban már virtuálisan jártunk Németországban, amikor is a közelgő nyitással kapcsolatosan arra kerestük a választ, hogy milyen kampányokkal erősítenek rá a német turizmusra. Most megnézzük, hogy ezekből a tervekből mi valósult meg, és hogy mi áll még előttünk. Vendégünk Czeisling Miklós, a Német Turisztikai Hivatal magyarországi képviselet vezetője. Szervusz Miklós! Szervusz, jó nagyon reggelt. Köszönöm, hogy újra itt vagy velünk. Köszönöm, hogy meghívtatok. Ugye itt a nyár végén az embereknek általában a müncheni sörfesztivál jut az eszébe, amit most sajnos nem tudnak megrendezni, de a Németország mégis ráerősítene erre a sörre, mint nedűre. Ezt mégis hogyan képzeljük el? Ugye Németországnak az egyik nemzeti itala a sör, és pont most volt szerencsém 2 hete Németországban egy sajtóutón részt venni, ahol pont ezt a témát vettük górcső alá, tehát Bajorországban, Bambergben, Bayreuthben és Nürnbergben voltunk, különböző privát sörfőzőket, közepes sörfőzőket néztük meg, és nagyon érdekes információkat szedtem én is össze, hiszen nem tudtam, hogy lehet például ízesíteni a sört, vagy tudtad-e például, hogy van füstízű sör, vagy különböző barna sörök is vannak Németországban, ugye legtöbben a Guinnessre gondolnak, igen, vagy más országok söreire, de ezek mind-mind megtalálhatók Németországban. Én kifejezetten rajongok a német sör, én nagyon szeretem a német búzát is, és hát a barna sört is. Azt nem tudtam például, hogy van ilyen, hogy füstízű sör. Igen. A pandémiás időszak alatt egyébként nőtt, vagy kicsit csökkent a sörfogyasztás a Németországban? Hát ezt nehéz megmondani. Én úgy gondolom, hogy amikor otthon ültek az emberek, akkor azért, hogy valamivel eltöltsék az idejüket, gondolom gyakran nyúltak a sörös doboz, vagy a sörös üveg felé. Minden szempontból megváltoztak a viselkedési szokások, tehát nem csak az étkezés kapcsán, hanem az utazással kapcsolatban is, és én úgy gondolom, hogy ezen túl, hogyha utazásról, ha turizmusról beszélünk, picit másképpen kell ezt látnunk, mint mondjuk a pandémia előtt volt. Így van. Egyébként a gasztronómia az mi módon kapcsolódik a turizmushoz? Ugye az idei egyik fő téma kampányunk, ez a German Local Culture-nek az egyik altémája a gasztronómia, ugye ebben a sörfőzés is beletartozik, de a fantasztikus finom német borok, illetve nem tudom, hogy tudják-e a kedves nézők, hogy például, hogyha a sörről beszélünk, a legrégebbi élelmiszer technológiai törvény, az úgynevezett Reinheitsgebot, tehát a tisztasági törvény, ez a sörfőzési törvény, az német, az bajor, és 1516-ból származik, tehát több mint 500 éves az első ilyen jellegű törvény. És ez egyébként meghatározza, hogy hogyan kell, milyen kritériumoknak kell megfelelni a sörnek? Így van, tehát az alapanyagoknak a tisztasága, a minősége szigorúan meg van határozva. Éppen nem is tudtam, hogy az is nagyon fontos, hogy például milyen fajta vizet használunk, ugye, mint egy alapalkotó elem a sörfőzéshez. Igen, nagyon sokan azt mondják egyébként, hogy a sörnek a lelke valamilyen szinten az összetevők mellett az a víz. Tehát nagyon nem mindegy, hogy milyen típusú, milyen tisztaságú, milyen vizet használunk fel hozzá, mert nagyon meghatározza azt a végkimenetet, azt a nedűt, amit majd elfogyasztunk. Igen, és pont ezért ott telepedtek meg a sörfőzők, ezekben a városokban, ahol mi is voltunk, ahol annak idején ugye a középkorban minőségi vízhez lehetett jutni, hiszen tudjuk, hogy a középkorban az egyik alapvető probléma volt, akár higién és akár más alapból a tiszta víz a városokban, a középkori városokban, és pont azért itt alakultak ki ezek a sörfőzők. Nagyszerű. Mit értünk helyi német kultúra alatt? Ez pontosan mit akar? A helyi német kultúra ugye az azt akarja, hogy Németország egy nagyon sokszínű ország. Ugye ezt picit történetileg vissza kell tekintenünk, ugye pontosan 150 évvel ezelőtt, 1871-ben alakult meg kvázi úgy a német birodalom Németország, ahogy nagyjából mi mondjuk most ismerjük, az előtt császárság, hercegség, grófság, tehát több tíz kisebb államból állt, és ezek ugye az évszázadok során fejlődtek a maguk módján. A kultúra, a népviselet, a gasztronómia, akár a sörfőzés, akármi más, a kenyerek, a hagyományok, és utána ez egy olvasztott tégelybe került, ugye 1871-ben, és viszont ezek a különbségek megmaradtak, és így ezért fantasztikusan érdekes az, hogy ha megnézünk egy régiót mondjuk, ahol most voltam mondjuk Nürnberg és környéke, teljesen más képet ad, mint mondjuk, hogyha egy északi-tengeri várost és környékét nézzük meg, akár a tradíciókat, hogyha nézzük, akár a gasztronómiát, ha nézzük, és ez egy fantasztikus nagy turisztikai vonzerő, ha meggondolod, hiszen mondhatom azt, hogy gyere Németországba, megnézed ezt, utazol 150 kilométert, és egészen másképp tárul eléd. Mást élsz meg, és ugye a turizmus nem csak azt jelenti, nagyon fontos, hogy múzeumokat, városokat nézünk, hanem ezek az apró dolgok is, ezek rakják össze az élményt. Igen, és én is azt gondolom egyébként, hogy a különbségek, a különbözőségek azok igazán azok teszik színessé egy kultúrának az életét és a megítélését.
Mögöttünk van egy csodálatos kép egyébként, ami nekem nagyon-nagyon tetszik. Beszéltünk már arról, hogy kinek mi jut eszébe erről. Ugye a kép az északi tengeren, tengernél készült, és az nem annyira ismert a német, illetve a magyar turisták körében ez a desztináció. Milyen érdekes dolgok vannak ott? Miért érdemes ellátogatni oda egyébként? Ugye, hogyha a térképre nézünk, Németország partjait két tenger mossa, hogyha szembe, balra, fönt, tehát északnyugati irányba a északi tenger, ahol ugye ez a kép is készült, és van egy ugyanilyen szép, de más karakterű tengerpatasz, meg a keleti vagy balti tenger, ami a baltikumi országok felé nyit. Amit itt látunk ezen a képen, ez az északi tengernek egy úgynevezett altenger, a Watt-tenger. A Watt-tenger az Dánia, Németország és Hollandia határán van, vagy partjainál van, és azért fantasztikusan érdekes, mert itt nagyon erős az árapály mozgás. És amikor az apály, ugye, tehát amikor a víz visszahúzódik, hatalmas területek kerülnek egy kicsi időre szabaddá. És az, amit mi látunk, ez a bácsi, aki éppen kagylókat vagy különböző állatocskákat szed elő az iszapba, ő egy ilyen vezető, az úgynevezett Wattenwanderung, tehát a Watt-tenger partján lévő vándorlás, hogyha ezt magyarra akarom fordítani. Ennek az a lényege, hogy vezetővel is, szigorúan vezetővel, mert veszélyes is lehet, hogyha utána jön a dagály, a tengerparton úgy tud sétálni, hogy az állatvilágot nem búvárszemüveggel, hanem simán, kvázi szárazon megnézhet, és ahogy ott van az a villa a bácsinak a kezében, nekem is volt szerencsém párszor ilyen túrát megtenni, kiemeli a 10-15 cm az iszap alatt lévő állatokat, és meg lehet figyelni, hogy mik vannak ott. És visszahelyezni utána. Igen, és a másik meg, ami nagyon fontos, hogy aki sokat csinálja, írtó erős vádlia lesz, meg hogyha meggondolod, azért valamennyire mindig belesüljed a lábfejed. Hát igen, iszapba, olyan, mintha ilyen nagyon sűrű hóban mondjuk taposnánk. Igen. Tehát ez kvázi fizikálisan is egy kellemes érzés, és mint élmény, mint látvány fantasztikus. Nézd, kicsit ha ránézek, akkor nekem az a kép akár a vízenjárásról is szólhat adott esetben. Tehát ez nagyon érdekes program, és én tényleg ajánlom mindenkinek, aki arra felé jár, hogy ezt próbálja ki, mert nem sok helyen van erre lehetőség, azt gondolom. Ez szerintem ilyenre így, ebben a formában nincs nagyon egyáltalán lehetőség, és lehet kombinálni úgy, hogy ha a család egy kocsival megy, valahol Dél-Németországba tranzitál egyszer-kétszer is, utána megy éjszakra, de, és reméljük, hogy a pandémia után teljesen helyreáll a normális légiközlekedés, Hamburgba ott lehet lenni másfél óra alatt, és Hamburgporttól pedig vonattal egy órán belül a tengerpartra. Tökéletes hétvégi jutni. Program. Igen. Nagyon szépen köszönöm, Miklós, hogy itt voltál. Köszönöm én is.